is megjártuk azt az utat, amit talán a modern borkészítés folyamán mindenki egyszer kipróbál. Tehát kipróbáltunk faélesztővel bort készíteni, kipróbáltuk a enzimeket, tehát minden ilyen adalékanyagokat is. Ez megmutatta, hogy ez nem a mi útunk. Nem csak a borok, hanem az egész életünket próbáljuk valahol a természethez visszavinni. A természetes dolgokat próbáljuk mind a erényben részesíteni. A biotermesztésnél fontos dolog, hogy a szőlő maga is az idővel megtanul védekezni. Tehát a szőlőnek van immunrendszere, kialakulnak ellenanyagok, kialakul a természetes védettsége, és ezek az ellenanyagok, ugye többek között a resveratrol, ami most egy ilyen felkapott szó, a resveratrol a borba, ugye ez szintén egy ilyen antioxidáns, ami abba a szőlőbe fejlődik ki magasabb mértékbe, ami maga is védekezik a betegségkel szemben. Nagy sikerként könyvelem azt, hogy ezt a kötődést sikerült a gyerekeknek is átadni, és hajlandó felünk itt lenni, itt ezt csinálni, ezt a munkát. A 12 hektáron 11 fajtával foglalkozunk. 70%-ban fehér fajtáink vannak, fő fajtánk a Pinot Blanc, ez mellett olasz Riesling, rajnai Riesling, Sauvignon Blanc, Tramini, szürke barát, Chardonnay, egy királylánka a vörösek közül, meg a kékfrankos Pinot Noir, illetve egy helyi nemesítésű fajta a Dunai. Hát, mint említettem, számunkra talán a legfontosabb fajta a Pinot Blanc. Ez részben családi örökség is, hagyomány is, azért itt Kisújfalun elég jellemző a Pinot Blanc. Ez ilyen helyi különlegesség, mert a szomszéd faluban ritkaság, hogy valaki Pinot Blanc termesszen. Most is úgy gondolom, hogy van még hova fejlődni, akár a biodinamika, akár a egész gazdaságot még kibővíteni, vagy úgy mondom egészé tenni állatokkal, gyümölcsel, zöldséggel, tehát kialakítani egy teljesen fenntartható és egy önmagát is fenntartani képes gazdaságot, és a gyerekeimet is aztán én inkább ebben szeretném felnevelni. Szeretném, hogyha minél kevésbé szorulnának rá a iparilag megtermelt élelmiszerekre. Egyrészt az ő egészségükért is gondolom úgy, hogy ezt a természetes irányt kell követnünk.